Jó estét kívánok a Pannon Televízió nézőinek, híradónkat látják. Ma március 23-a van, Emőke névnapja, a meteorológia világnapja. 117 éve e napon hunyt el Zsolnai Vilmos, keramikus, nagyiparos. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Megnyitották a forgalom előtt az Y-elágazás első szakaszát, így most már az északi és a keleti mellett déli lejárata is van az autópályának Szabadkánál. A londoni terrortámadás elkövetője brit állampolgár volt, és nyomoztak már ellene. Lábon lőttek egy kétes hírű üzletembert tegnap este egy belgrádi szállodában. Több mint 60 millió dinár jut a tartományi költségvetésből a Vajdaság területén működő nemzeti tanácsoknak 2017-ben. Megérkezett Magyar Kanizsára a Vedd el a számlát és nyerj játék nyeremény autója. Megnyitották a forgalom előtt az Y-elágazás első szakaszát, így most már az északi és a keleti mellett déli lejárata is van az autópályának Szabadkánál. Egyelőre egy kilométernyi rész készült el, de nem állnak le a munkálatokkal. A tervek szerint további mintegy 5 kilométeres szakasz készül majd el. Akik Csantavér vagy Topolya felől érkeznek, Békova irányába haladva tudnak eljutni a déli lejáróhoz. A Békova úti körforgalom harmadik kijáratával pedig eljutnak a felüljáróra, ahonnan már rá tudnak csatlakozni az autópályára. 27 éve készül az Y-ág, azonban eddig egyetlen métert sem adtak át. Most elkészült az első szakasz. Ez azt jelenti, hogy a Békova úti körforgalom és az autópálya déli lejárója között most már szabad a közlekedés. Azzal, hogy ez a szakasz elkészült, a szabadkaiak is fellélegezhetnek, ugyanis a teherforgalom nagy része elkerüli a városi utakat, például, hogyha az ipari zónába szeretnének eljutni. To je mnogo bitno za naš grad, a to jeste izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz centra grada. Danas smo napokon krenuli u jednom dobrom pravcu, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, predsjedniku i premijeru našem Aleksandru Vučiću, kojim smo prošle godine dogovorili nastavak izgradnje Y-kraka i vidite, prva faza je već završena za nekih 100 dana. Itt azonban nem állnak le a munkálatokkal, a következő fázisra is biztosítva vannak a források. Reményeim szerint az elkövetkező 2,5 évben be fog fejeződni, ugyanis mind a következő év, a 18-as, mind a 19-es év vonatkozásában a szerbiai költségvetésben előre vannak látva azok a pénzeszközök, összesen 1,8 milliárd dinár, amiből ezt a beruházást be lehet fejezni. Maga az út most átadott szakasza 100 millió dinárba került, ebbe beletartozik a csomópont felújítása, a közvilágítás. A tervezésre 24 millió dinárt fordítottak. Amennyi pénz áll rendelkezésünkre, abból a pénzből megvalósítjuk és be is fejezzük azt a részt, amelyre van eszközünk. Így most a tavaly évben biztosított eszközökből befejeztük ezt a munkát, az idei évben rendelkezésünkre álló eszközökből befejezzük a Topolyai út és a Zombori út közti szakaszt. Ez a szakasz mintegy 5 kilométer tesz ki, amelynek munkálatait Bogdán Labán Szabadka polgármestere szerint néhány hónapon belül el is kezdik. A tervek szerint a fennmaradó 18 kilométer, vagyis az Y-elágazás teljes egésze 2019-re készül el. Egyéb fejlesztések is történnek a városban. 4 éven belül színházi előadást láthatunk a Szabadkai Népszínházban, véli Vladan Vukoszlávjevics. A művelődési és tájékoztatási miniszter ma személyesen is megtekintette az épület rekonstrukciós munkálatait. Vukoszlávjevics hangsúlyozta, a Népszínház felújítása az elmúlt időszak egyik legnagyobb kulturális fejlesztése az országban. To je dobar i važni, veliki, jedan od najvećih investicijnih projekata u srpskoj kulturi u decenijama unazad. Ministarstvo kulture je prema informacijama koje mi imamo u periodu 2006. 2012. 2013. odvojilo za taj projekat oko 270 miliona dinara. U protekle dve godine po 35, to je dodatnih 70 i naravno se radi sa pokrajinskim organima i sa lokalnom samoupravom. Mi verujemo, bez da preciziramo sada rokove, reći o delikatnom i vrlo složenom postupku rekonstrukcije koji je investiciono veoma zahtevan. Mi verujemo da će u jednom narednom periodu koji je kraći od četvorogodišnjeg to velelepno zdanje sa tri scene biti
pušteno u rad. A szerda délutáni londoni támadás eddigi mérlege 3 halálos áldozat, 8 személyt őrizetbe vettek, a támadót lelőtték. Egy személygépjármű először a londoni Westminster hídon tartózkodók közé hajtott, majd a parlamentnél nekiütközött az épület kerítésének és megtámadott egy rendőrt. Az iszlám állam közben magára vállalta a terrortámadást. Közölték, az ő katonájuk hajtotta végre a merényletet. A rendőrség pedig nyilvánosságra hozta a merénylet elkövetőjének kilétét. A támadást az 52 éves Khalid Massoud hajtotta végre, aki a délkelet-angliai Kentben született, és az utóbbi időben Közép-Angliában élt. Londonban csütörtökön fél árbócra engedték az ászlókat. Mark Rowley, a brit terrorelhárítás vezetője beszámolt arról, hogy a sebesültek száma összesen 40, a sérültek között különféle nemzetiségű emberek vannak, 3 francia, 2 román, 4 dél-koreai, 1 olasz, 1 amerikai és 2 görög állampolgár is. Az emberek megnyugtatása érdekében a következő napokban több fegyveres rendőr lesz az utcákon, az ügyön pedig rendőrök százai dolgoznak. A terrorelhárítás vezetője megnevezte a meghalt rendőrt is. A késes támadó leszúrt áldozata a 48 éves Keith Palmer. A rendőrség vizsgálja, hogy a támadón kívül, aki egyedül hajtotta végre tettét, mások segítettek-e ebben, vagy részt vettek-e a tervezésben, tette hozzá. Bejelentette, hogy felülvizsgálják a brit parlament épületére vonatkozó biztonsági előírásokat. A hatóságok első tájékoztatása szerint különböző nemzetiségű embereket vettek őrizetbe. Theresa May közölte, hogy Nagy-Britanniában született a szerdai londoni merénylet elkövetője, aki ellen néhány éve a brit elhárítás vizsgálatot folytatott szélsőséges nézetei miatt. A brit miniszterelnök szerint a támadó azért vette célba a parlamentet, mert ez a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok és jogállam jelképe. Úgy fogalmazott, a britek soha nem fognak engedni a terrornak. A nyomozás folyamatban van, az elmúlt éjszaka során több címen történt házkutatás. A brit miniszterelnök bejelentette, nem változik Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szint, így továbbra is a legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely 2014. augusztusában lépett életbe. London lakosságát sokkolták a történtek, mindenki megrémült, sokan újabb támadásoktól tartanak. Járókelők közé hajtott egy autós az észak-belgiumi Antwerpen egyik belvárosi sétáló utcájában, de sikeresen megállították, így senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a Flamandváros sétáló utcájában minden járókelő el tudott menekülni a francia rendszámú autó elől, amelyet rövid üldözés után megállítottak. Az autóban fegyvereket is találtak, a sofőrt előállították, számolt be az MTI. Az észak-belga városba további biztonságiakat és katonákat vezényeltek, a központban pedig egy tűzszerész egységet is bevetettek. Szerbiában ugyan terrortámadás nem, de fegyveres leszámolás történt. 6 golyót kapott a lábába szerdán kora este Predrag Ranković Peconi kétes hírű üzletember egy belgrádi szállodában. A szerb fővárosi sürgősségi központban közölték, állapota stabil, nincs életveszélyben. Támadója elmenekült, a rendőrség továbbra is keresi. Közben azonosították a gyanúsítottat, de még nem tartóztatták le, írja a szerbiai RTV. Peconit a lábán érték a lövések a belgrádi Natália királynő utcában található hotelben. A Blitz információi szerint az üzletember a szálloda éttermében egy kisebb csoporttal tárgyalt, az egyik pillanatban heves vita alakult ki néhányuk között, majd egyikük több lövést adott le Ránkovicsra. A környékbeli üzlettulajdonosok nem is hallották a lövéseket, egyesek csak petárdára emlékeztető durrogásra lettek figyelmesek, majd amikor nagy erőkkel a helyszínre vonult a rendőrség, akkor mondták, hogy valakit meglőttek. A rendőrség kíséretében egy ezüst színű gépkocsi hajtott el a helyszínről, valószínűleg azzal szállították a sürgősségi központba Peconit. A belügyminisztérium egyelőre csak egy szűkszavú közleményt adott ki, amely megerősíti, hogy az említett szállodában szerda este lövöldözés történt, amelyben egy 55 éves személy sérült meg. A helyszínelést elvégezték, a rendőrség az ügy kivizsgálásán és az elkövető kézrekerítésén dolgozik.
Rankovicsnak a 6 lőtt seb mellett megrepett a combcsontja és a talpa, de fejsérülései is vannak, amiből arra következtetnek, hogy a lövöldözést verekedés előzte meg. A lövöldözés után a blitz megkeresésére Milomir Márics, a Predrag Rankovics tulajdonában álló televízió szerkesztője röviden csak annyit mondott, Pecóni jól van. A nagybecskereki Tósán Jovánovics Népszínházban tartotta tegnap központi bánáti kampány rendezvényét a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt magasrangú tisztségviselői mellett jelen voltak a környező magyar lakta települések képviselői is. Kovács Elvira, a VMS alelnöke, köztársasági parlamenti képviselő köszöntve az egybegyűlteket elmondta, a párt vezetésének egyhangú döntése volt, hogy a kormány koalíció jelöltjét fogják támogatni az elnök választáson. A VMS és az SHP eddigi nagybecskereki együttműködéséről Sztojko József városi tanácstag beszélt. Tudjuk ápolni kultúránkat, hagyományunkat, ápolni anyanyelvünket, valamint tudjuk az anyanyelven való tájékoztatást is ugye megvalósítani. És ez nagy siker. Ugyanennek a koalíciós együttműködésnek köszönve nekünk most már március 10-e óta tudtunk biztosítani a nagybecskereki magyaroknak egy magyar anyanyelvű könyvtárost. Kormányos László tartományi parlamenti képviselő elmondta, hogy a VMS-nek számos fontos tartományi pozíciója van. Ennek köszönhetően lehet a magyar érdekeket érvényre juttatni, mint amilyen a kis létszámú magyar osztályok megőrzése. Az ember, akivel partneri viszonyt és koalícióban van tartományi szinten, és egy korrektségről beszélhetünk mindenképpen, akkor egyértelmű volt és lesz az, hogy április 2-án az elnökválasztáson kit fogunk támogatni. Pásztor Bálint, a VMS DCP köztársasági parlamenti frakció vezetője szerint Alekszandr Vucsics elnökjelölt az elmúlt 3 évben bizonyította a szava hihetőségét. Aláírta a koalíciós szerződést, minden megvalósít, amit a magyarság kért, eltörölte a kollektív bűnösséget. Ha azt szeretnénk, hogy itt Bánátban megmaradjon a magyar oktatás és a kislétszámú osztályok ügyét minden évben el tudjuk intézni, ahogy eddig is tettük, akkor beszélő viszonyban kell lenni azokkal, akik a döntéseket meghozzák. Ebben az esetben és a következő években ez a szerb haladó párt lesz. Alekszandr Vucsics a szerb haladó pártnak az elnöke, ugyanakkor a kormánykoalíció közös elnökjelöltje is, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökjelöltje is. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, akik Alekszandr Vucsicsra akarnak szavazni, azok ne érezzék magukat kellemetlenül, feltéve a kérdést, hogy vajon kire kellene szavaznia a magyarságnak. Mint mondta, ez a döntés megerősít bennünket, és nem Vucsicsról szól, hanem rólunk. A kormánykoalíció jelöltje szerinte korrekt, megbecsüli a magyar közösséget, tiszteletben tartja a megállapodásokat. A NATO és az Európai Unió nyugat-balkáni bővítését sürgette Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral folytatott budapesti megbeszélésén az országházban. Az Észak-Atlanti Szövetség európai lábát, az európai védelmi rendszert mielőbb meg kell erősíteni, hangzott el Orbán Viktor és Jens Stoltenberg tárgyalásán, amelyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Simicskó István honvédelmi miniszter is. A magyar kormányfő jelezte, Magyarország elkötelezett az ehhez szükséges intézkedések végrehajtása iránt. Orbán Viktor felhívta a NATO főtitkár figyelmét arra, hogy fel kell gyorsítani a Nyugat-Balkán integrációját az Európai Unióba és a NATO-ba, mert csak így garantálható térségünk biztonsága, tájékoztatta Havasi Bertalan sajtófőnök az MTI-t. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Folytatódnak a munkálatok a Tanya Színház kavillói központjában. Felsőhegyig vezethet az a kerékpárút, amit Zentán építenek tartományi pályázaton nyert pénzből. Összesen 60.100.000 dinárt biztosítanak a tartományi költségvetésből a tartomány területén működő nemzeti tanácsoknak 2017-ben. Az erre vonatkozó szerződéseket ma írták alá Újvidéken. Valamivel több mint 24 millió dinárt ítélt oda a Magyar Nemzeti Tanácsnak a tartományi titkárság. Az összeg egy részét a Nemzeti Tanács működésére, másik részét pedig fejlesztésére költik. A pénz nagyobb részét a média támogatására, illetve a Szabadkán felépülő Magyar Médiaház felépítésére fordítják, mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb
beruházásunk ez a Pannon médiaháznak az elkészítése, és nyilvánvaló, hogy a pénzek nagy része oda fog menni, de én úgy gondolom, hogy más médiumokra is oda fogunk figyelni, tehát a tartományiakra is. A korábbi évekhez képest növekedett a Magyar Nemzeti Tanácsnak juttatott tartományi támogatás összege, a köztársasági támogatási azonban csökkent. A községek is igen kevés eszközt tudnak erre a célra áldozni, fogalmazott az MNT elnöke. Nyilas Mihály tartományi oktatási és kisebbségügyi titkár szerint a tartomány támogatása az országos akcióterv megvalósítása szempontjából is nagyon fontos. Az az akcióterv, az a cselekvési terv, amely országos szinten elfogadásra került tavaly márciusban, megvalósul ebben a részben is, hiszen az említett cselekvési terv előírja azt, hogy a nemzeti tanácsok helyzetét erősíteni kell, pontosan meg kell határozni a hatásköreiket, jogosítványaikat, és természetesen, ez a legfontosabb, biztosítani kell a megfelelő pénzelésüket. A 21 nemzeti tanácsból 15 székhelye Vajdaság területén található, és a tartományi költségvetésből utóbbiak támogatásáról írták alá a szerződéseket. A községekből, valamint az anyaországból is érkeznek pénzeszközök, a köztársasági költségvetés pedig 245 millió dinárt biztosít a nemzeti tanácsoknak. Szakmai tanácskozást szervezett a földrajzot oktató tanárok számára a Magyar Nemzeti Tanács a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumban. Az MNT egyebek mellett bemutatta a 2014 és 2016-os év közötti érettségi statisztikai eredményeit is. Ebből kiderül, hogy a végzősök magyar nyelvből évről évre jobban teljesítettek, míg matematikából és a kombinált teszteken rosszabbul. A tanácskozáson az Újvidéki Egyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről is érkeztek előadók. Petkovics Márta, az MNT végrehajtó és oktatási bizottságának tagja, földrajzszakos tanár, a használatban lévő szerbiai földrajz tankönyveket is véleményezte. Fontosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló összejöveteleket. Nagyon fontos, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a magyarul tanító pedagógusokkal, jelen esetben a földrajztanárokkal, megbeszéljük azokat az aktuális problémákat, amelyek a mindennapi munkájuk során jelentkezik. Ezen kívül megtárgyaljuk a kísérettségi feladatait földrajzból, a tantervet, a tankönyveket elemezzük, és egyrészt ismerkednek is, másrészt a régi kapcsolatokat elevenítik fel, valamint bemutatjuk nekik az oktatási portálunkat is. Folytatottak a 2012-ben félbehagyott munkálatok a Tanya Színház kavillói központjában. Az építkezést, illetve a felújítást a magyar államtól kapott 65 millió forintos támogatásból valósítják meg. Már javában zajlanak a munkálatok a Vándor Színház házatáján. A pénzügyi támogatás segítségével hamarosan elkészül egy múzeum, amely emeletét próbateremként is használhatják a színészek. Most a vendégház tetejének betonozása van folyamatban, és a jövőbeli konyha alapjának a kiásása is megtörtént már. Emellett a régi épület tetőszerkezetét szeretnék még felújítani, valamint a nézőteret szépíteni, járdarendszert kialakítani és parkosítani. A Tanya Színház vezetősége pozitívan áll az előttük álló időszakhoz. Hát optimista vagyok, szerintem július 22, akkor leszünk 40 évesek, már úgy mondta, hogy a 40. nyarunk. Itt lesz a bemutató, ebben az udvarban egyelőre óriási cirkusz van, tehát ez normális, de mondom, mint optimistaként azt merem állítani, hogy ez itt föl lesz söprögetve, föl lesz törölve, és egy nagyon szép kis bemutatóval várhatjuk a közönséget. A munkálatok a tervek szerint 3 hónapon belül befejeződnek. Így a közönség a megszokott, azonban megújult helyszínen tekintheti meg Molière-t, Képzelt beteg című darabját a premiéren július 22-én. Felsőhegyig vezethet az a kerékpárút, amit Zentán építenek tartományi pályázaton nyert pénzből. Az utcabeliek örülnek az új útnak, mert így nagyobb biztonságban lehetnek a kerékpárosok.
A Felsőhegyre vezető út Zenta egyik legforgalmasabb része, amióta pedig aszfaltburkolat is került rá, ugrásszerűen megnövekedett a járművek száma. Kerékpárút csak az utca egyik oldalán van, sokan azonban már ezzel is elégedettek. Véleményem szerint erre már nagyon régóta szükség volt erre az útra, mivel hogy jócskán nagy a forgalom, Felsőhegyről jönnek az emberek, megcsinálták ezt az utat, és nagy forgalom van a fiatalok részére is, és sokkal szebben néz ki a környék is, és szépen bírnak menni a forgalom szempontjából. Bár az utca túloldalán már kiépült a kerékpárút, a helyiek szerint ez ezen az oldalon is indokolt, hiszen nagy a forgalom. Természetesen az út másik oldalára is terveztek kerékpárutat, annak munkálatait tavaly kellett volna elkezdeni. A rossz időjárási viszonyok miatt ez azonban meghiúsult. 3 éve már elkezdődött itt Zentán a Tonyosi úton a biciklutak építése. Ez a 3. szakasz. Tavaly nyertük meg a pályázatot, tavaly is lett a szerződés aláírva. 4 100 000 dinárba kerülne a teljes beruházás. A tartomány 1 600 000 dinára járult hozzá a saját eszközeiből ennek a munkálatoknak az elvégzéséhez. A kivitelező 30 napos határidőt vállalt a munkák befejezésére. Nagyon nagy szükség volt a kerékpárútra. Eddig is láttuk, hogy az elmúlt években kiépített, valamint az előzőleg még lévő útat is használták az emberek. Sokkal jobb, biztonságosabb a közlekedés, így, ilyen módon, mint csak lent a aszfaltúton. A további tervekben szerepel, hogy néhány éven belül Felsőhegyig ér a kerékpárút. Továbbra sem csökken a ludas és a környékbeli gazdák érdeklődése a mezőgazdasági pályázatok iránt. A szerda esti lakossági fórumon a Prosperitáti Alapítvány és a tartományi mezőgazdasági titkárság legújabb lehetőségeit ismerhették meg a termelők. Nem maradt szabad ülőhely a ludasi kultúrotthon nagytermében megtartott mezőgazdasági fórumon. A Palicsi Dukai Zsolt a Prosperitáti Alapítvány lehetőségeit maximálisan kihasználja. Az első körben pályáztam egy tárcsára, az forrás függvényében maradt, de aztán úgy szintén sikerült megnyerni. A második körben földre pályáztam, ott is sikeresen, és most a harmadik körben egy váltva forgatósekére, itt is sikeresen nyertem. A Prosperitáti Alapítvány a közeljövőben újabb pályázatok kiírását tervezi. A kis pályázatokat lezártuk, a nagy pályázatokat még értékeljük, hogy teljes egészében a tavaly novemberben kiírt kör nem zárult le, de ezt is szeretnénk mielőbb lezárni, és mielőbb új pályázatokkal jelentkezni, hiszen a 18-as évben jelentős forrás áll rendelkezésünkre, hitelkeret összeggel együtt több mint 150 millió euró, és a 2018-as év is vár ránk, úgyhogy azt gondolom, hogy pályázatokat ki kell írni ahhoz, hogy a forrást le tudják hívni a vállalkozók és a gazdálkodók. A lakossági fórumon a tartományi mezőgazdasági titkárság lehetőségeit is megismerhették a termelők. Jelenleg 6 pályázatunk van nyitva, ami a regisztrált mezőgazdasági termelőket érinti. Öntözőrendszerek és kutak kiépítésére, jégvédelmi háló kiépítésére, fóliasátrak felszerelésére, valamint méhészet támogatására, farmok felszerelésére, gazdaságok eszközbeszerzésére, gondolok itt kisebb hűtőházak, szárítók, zöldség és gyümölcs feldolgozó kapacitások, valamint olajos magvak feldolgozására szolgáló eszközök beszerzésére vonatkozóan. Fontos tudnivalónak számít, hogy a gazdák az idei évtől már előszámlával is tudnak pályázni a tartományi mezőgazdasági titkárság kiírásain, amennyiben a beruházás értéke meghaladja a 200 000 dinárt. Drogprevenciós előadást tartottak a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola felsős diákjai számára. Egy norvég alapítású szervezet, a Marita nyugat-balkáni részlegének újvidéki koordinátorai, olyan fiatalok, akik már átélték a kábítószerélvezés rabságát, de megmenekültek. Tapasztalataikat adták át a gyerekeknek, nehogy eszükbe jusson droghoz nyúlni. A szomorú statisztikák azt mutatják, hogy a mai gyerekek többsége már 12-13 éves korában, azaz nagyjából hetedikesként kapcsolatba kerül valamilyen droggal. Kezdődik mindez a füves szigivel, majd jönnek a parti drogok, és később a keményebb kábítószerek is. Nagyon könnyű rászokni, de nagyon nehéz leszokni ezekről.
A diákokat olyan fiatalok ismertették meg a kábítószerfogyasztás veszélyeivel, akik már átélték a poklok poklát, hiteles történeteiket mesélték el őszintén, hogyan lettek sikeres példamutató gyerekekből leépült és elesett tinédzserek. Dino Mujanovics, az Újvidéki Marita drogprevenciós szervezet előadója, 12 évesen kezdte. Pa bila je marihuana u pitanju i u sklopu društva nas je bilo četvoro petoro. Jedan momak koji je bio dve godine stariji od mene je došao sa jointom marihuane, ponudio ja i želje da ne budem jedini koji neće to da prihvati. Opet iz interesovanja da vidim šta je, malo iz nekog mangupizma, tako da kažem, kao sad ja ću da uradim nešto što možda neki drugi neće. A Széchenyi István iskolában gyakran tartanak kábítószer ellenes előadásokat. Az első drogtípus, amit hozzányúlunk, amit kipróbálunk, az általában már ebben a korosztályban jelen van. Ez leginkább egy ártatlannak tűnő füves cigaretta, vagy egy nem tudom, egy különböző ilyen parti drog, vagy egy stimuláns, de hogy abszolút ez a korosztály számára már elérhetővé válik. Fontos, hogy a gyerekeket hitelesen tájékoztassák a drogokról, mert az elrettentés éppen kedvcsináló lehet. Meg kell mondani, hogy az első élmény nagyon pozitív, ami aztán folyamatosan válik negatívvá, és az elvonási tünetekkel elviselhetetlenné, pszichés és akár testi szinten, mondja a szakember. A diákoknak felhívták a figyelmét a bulikban, a fesztiválokon rájuk leselkedő veszélyekre. Felkészíteni őket, hogy ne fogadják el azt, amit esetleg mások kínálnak neki. Gondolkozzanak, jusson eszükbe ez az előadás, az előző előadások, amit ez egész éven keresztül próbálunk nekik szervezni, hogy ez nagyon veszélyes, és az életüket követelheti. Állj le, mielőtt elkezdenéd. Ez az üzenete az előadásnak. A legújabb kutatások tükrében Szabadka és Magyar Kanizsa történelme is fókuszba került ma Szegeden. Az egyetemi városban tartottak konferenciát Fejezetek a Délvidék múltjából címmel. A tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem diákjai, a Délvidéki Kutatóközpont, Magyar Kanizsa Önkormányzata, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság és a Délvidéki Szemle folyóirat segítségével jöttek létre. A szerzők munkáit kötetben foglalják majd össze. A kutatás elemeki állapot a utolsó stádiumba érkezett, tehát készen van a munkát. Mint ilyenkor szokásos, egy konferencián összegzik a kutatók az eredményeiket, összehasonlítják az eredményeket, megvitatják az eredményeket, és ezek után már nem marad más hátra, csak a kötet kiadása, ami kb. Egy hónapon belül várható. Golykov Judit tegnap vette át nyereményét a tűzpiros Fiat 500 L típusú személygépkocsit Kragujevácon. A szerb kormány által indított Vedd el a számlát és nyerj el nevezésű nyereményjáték második fordulójában ugyanis az egyik gépkocsi Magyar Kanizsára került. Noha Golykov Judit a nyereményről már a húzás estéjén értesült, egészen az autó átvételéig fenntartással fogadta a rokonok és szomszédok gratulációit. Most már elhiszem, mivel a kulcs a kezemben van, és itt a gyönyörű autó, hát hihetetlen volt. Egy borítékot elküldtem a postán, de megvártam, hogy 13-a legyen, március 13-a, hogy talán majd így szerencsés leszek, és hihetetlen, de az lettem. Az új, valamivel több mint 10 000 euró értékű gépkocsi, amelynek adóját és a műszaki vizsga költségeit is fedezte az állam, a nyertes eddigi, immár 25 éves autóját váltja fel. Az utcabeliek is nagyon megörültek szomszédasszonyuk szerencséjének. Én nagyon örültem neki, hogy Kanizsára is, még a szomszédba is, ennek különösen nagy jelentősége van, mert mindig az a hír járja, hogy nagyvárosokban nagyobb az esély, és most ebből bizonyíték arra, hogy igenis kisvárosba is lehet nagy nyereményt kapni és hozzájutni. Most már az udvarban áll az új autó, a nyeremény autó. Rajta még a próbatábla, de holnap rákerül a rendes rendszámtábla is, és a boldog tulajdonos használatba veheti.
Hosszabbításban szenvedtek vereséget a Crvena Zvezda kosárlabdázói az Euroliga 27. fordulójában. A belgrádi csapat és a Pireuszi Olimpiakos párharca 40 perc játék után 58-58-as döntetlennel ért véget. Az 5 perces hosszabbításban azonban Prientezis utolsó másodpercben dobott kosarával a görög együttes 66-64-es győzelmet aratott. Ezzel a vereséggel a Crvena Zvezda lecsúszott a 8. helyre, míg a görögök a 3. helyen áll. Pénteken a belgrádiak Barcelonába utaznak, az Olimpiakos pedig a Real Madridot fogadja. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Megnyitották a forgalom előtt az Y-elágazás első szakaszát, így most már az északi és a keleti mellett déli lejárata is van az autópályának Szabadkánál. A londoni terrortámadás elkövetője brit állampolgár volt, és nyomoztak már ellene. Lábon lőttek egy kétes hírű üzletembert tegnap este egy belgrádi szállodában. Több mint 60 millió dinár jut a tartományi költségvetésből a Vajdaság területén működő nemzeti tanácsoknak 2017-ben. Megérkezett Magyar Kanizsára a Vedd el a számlát és nyerj játék nyereményautója. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Most a Vajdaság dűlői című műsorral Bács-Kertesre utazunk, és 9 órakor SZAT autós magazin a Pannon televízió műsorán. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!